Köszöntöm kedves nézőinket, a Jászterió Televízió apádi hírmondóját látják. Nézzük, hogy milyen hírekkel készültünk önöknek erre a hétre. Aktuális önkormányzati hírek és két ülés közötti események, stúdióbeszélgetés a közbiztonsági beszámolóról, a városi topos pályázatokról és sok egyéb témáról Farkas Ferenc polgármesterrel. Hírek, ajánlók, meghívók. Aktuális rövid hírek Jászapátiról és a térségből. 16. alkalommal rendezte meg a Makó Pál diáknapokat a Jászapáti gimnázium. Az idei előadás a magyar nyelv szépsége mottó jegyében zajlottak. A beharangozónak megfelelően stúdióbeszélgetéssel folytatjuk adásunkat. Már itt ül velem szemben Farkas Ferenc polgármester, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. Minden hónapban összefoglaljuk az elmúlt hónap eseményeit, illetve nyilván a testületi ülésen felmerült kérdéseket, vitákat, előterjesztéseket. Beszéljünk egy kicsit az elmúlt hónap egy-két eseményéről. Sikerült átadni egy sószobát a bölcsödében, abban a bölcsödében, ami azt gondolom, hogy térségünk egyik legjobban felszerelt bölcsödéjének mondható. És közben már, hogyha jól tudjuk, ezt birtokba is vették a gyermekek. Igen, tényleg egy gyönyörűen helyreállított, felújított és pontosabban alapjairól megépített horvát bölcsödéről van szó, amely küllemében is megőrizte a régi mi voltát. De ezen belül a belső felszereltséget természetesen a mai kor igényeinek megfelelően került kialakításra. És a kollégák pályázati forrásból, valamint egyéb szolgáltatásokból megteremtették annak a lehetőségét, hogy egy sószoba kialakításra kerülhessen a bölcsödében. A gyerkőcök eleinte félve, de azt követően pedig már annál nagyobb lendülettel vetették be magukat a sóhomokozóba, és remélhetőleg kihasználva a sószoba egészség megőrző lehetőségeit. Nemrégen Budapesten, jobban mondom Budán, illetve Jászapátin is megemlékeztek Rácz-Aladárról, a település híres szülöttéről. Ugye ellátogattak ide is, oda is, mit gondol? Miért fontos megemlékezni egyrészt erről a fontos zenészről, illetve hogy véli azt, hogy Budapesten is azért figyelemmel kísérték Rácz-Aladár munkásságát? Igen, hát egy ilyen kisváros, mint Jászapátnak minden híres szülöttét, hagyományait ápolni kell, és meg kell emlékeznünk születéséről, esetlegesen ugye a halálának évfordulójáról. És nagy örömömre szolgált nekem is, hogy meghívást kaptunk a Hegyvidék Önkormányzattól a Rácz-Aladár emléktábla koszorúzásához is, egy rövid emlékünnepség megtartására. Délután, a késő délutáni órákban pedig egy kiállítást nyitottak meg, szintén a Hegyvidék Önkormányzat egyik épületében, amely Rácz-Aladár hagyatékát tartalmazta. Azt követően pedig Jászapátin a könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál koszorúztunk, majd a könyvtár olvasó termében egy hangulatos koncertet adtak a Rácz-Aladár Zeneiskola növendékei. Március 15-e nem kímélt időjárás szempontjából bennünket. Lehetett látni az általunk elkészített fotókon és felvételeken is, hogy gyakorlatilag egy kisebb hóvihar kerekedett, ha maradjunk a havas esőnél, a koszorúzás ideje alatt. Aztán viszont felmelegítette az ember szívét egyrészt a forradalmi hangulat, másrészt az iskolás műsor, illetve az, hogy lengyel barátaim ugye láncokjárásból évről évre itt vannak, és együtt ünneplik a jászapátiakkal március 15-ét. Megtisztelő az a figyelem, és az, hogy meghívásunknak eleget tettek, és idén is eljöttek láncútjárásból, valamint egy picit később, a 15-ét megelőző napon érkeztek Temerinből is a delegáció, akik szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúját Petőfi Sándor szobránál. Nagyon nagy köszönettel tartozom az általános iskolások műsoráért, valamint a gyermekeknek, valamint a felkészítő tanároknak, hiszen egy tényleg a télből a tavaszba érkezhettünk az ő előadásuk kapcsán.
Most pedig zajlik, ha már diákoknál tartunk, a Makó Pál napok. Ugye azt hiszem, hogy ön is ott volt a tegnapi megnyitó. Igen, kétnapos rendezvény, Makó Pál diáknapok. Tulajdonképpen a tudományra helyezik itt a hangsúlyt, és hol helyezhetnék leginkább a hangsúlyt a tudományra, mint egy iskolában, egy középiskolában. De szerencsére egy ragyogó apropója is van ennek a mostani Makó Pál napoknak, hiszen ennek keretén belül egy termet neveztek el és avattak föl dr. Farkas Ferenc Feri bácsi emlékére, valamint a bejáratnál egykori tanítványai emléktáblát helyeztek el, és koszorúzás is történt tegnap délután 14 és 15 óra között. Erről egyébként beszélgetésünket és a rövid híreket követően egy összefoglaló is következik majd. Nézzük akkor az ülés témáit. Ugye több előterjesztést is, topos pályázatokat, amivel majd a beszélgetésünk végén fogunk foglalkozni, hallhattunk, legalábbis bekerült az előterjesztések sorába, de mindenek előtt egy lakossági, illetve az ellenzéki képviselőktől érkezett egy útfelújítással, kátyúzással kapcsolatos kérdéskör. Többször beszéltünk már róla. Igazából elsősorban engem az érdekel, hogy milyen nyomot hagyott a tél, tehát felmértéke már, illetve arról is szó esett, hogy egyfajta koncepció terv alapján fogja a kátyúkat, utakat újítani a jövőben az önkormányzat. Igen, most folyik a felmérés, és látható módon a tél az azért hagyott nyomot Jászapáti belterületi és külterületi útjain egyaránt. A városüzemeltető non-profit Kft.-re testelt a képviselőtestületünk ezt a feladatot, természetesen megfelelő forrás biztosítása mellett, és a felméréseket követően a városüzemeltető Kft.-nek a feladata lesz erre vonatkozóan a szerződést kötni és elvégeztetni a kátyúzási és útfelújítási munkákat. Kettő utcánkat martaszfaltos útalapos kialakításban fogjuk elkészíteni, ahol még természetesen nem volt aszfalt út. Nagyon sok kátyúfelület jelentkezett a télen, valamint megmaradt még az előző évből is, de áprilisban induló felújításokkal próbáljuk elejét venni a további romlásnak. Készítettünk egy közlekedési tervet Jászapátin, és ehhez a közlekedési tervhez igazodva kezdjük el felújítani utcáinkat, ahol nem fejezzük be csak a kátyúzással, hanem patkát alakítunk ki, patkát nyesünk, és az árkokat is, a csapadékvíz elvezető, valamint a szikkasztó árkokat is megfelelő állapotba hozzuk, hogy ne okozhassanak ilyen problémát, ne okozhasson ilyen problémát a csapadékos tavasz, vagy esetleg az ősz a későbbiekben. Önök felmérték már, vagy a tervben fog szerepelni, hogy körülbelül ez mekkora költségvetési összeget fog majd igényelni? A tervre most fogadtunk el ajánlatot, itt a felmérések hamarosan kezdődnek, azonban ezt megelőzően már nekünk a közvetlen útfelújítási munkákat, útjavítási, kátyúzási munkákat el kell végeznünk. Tehát folyik a felmérése a közlekedési tervnek, tehát itt forgalomszámlálástól kezdve közlekedési forgalomirányok egyirányúsítást is tervezünk egy-két szakaszon, gondolva itt a buszpályaudvar környékén, hiszen ott elég szűk utcák vannak, és nagyon nehézkes a kétirányú forgalomban a buszokkal együtt közlekedni. Készül a tervnek a felmérése is, valamint készül a útkátyúk elhasználódásnak a felmérése is a városüzemeltető Kft. Részéről. Legközelebb ezt egybe tolni, csak az őszi időszakban fogjuk tudni, amikor elkészül a közlekedési terv, és akkor már az őszi felújítást, karbantartást ennek alapján tudjuk végezni. Van elképzelés volumenben, hogy körülbelül mennyibe kerül helyreállítani a Jászapáti utakat? Amit közvetlen felújításra, ugye meg kell különböztetünk a költségvetésről, felújításra fordítunk, az 3 millió forint, azonban a dologi kiadások sorában az utak karbantartására 15 millió forintot különítettünk el, tehát egy 18 millió forintos keret áll rendelkezésünkre. Később fogunk beszélni a topos pályázatokról, egyébként ezt csak kérdezem, hogy útfelújítása már nem igazán lehet pályázni, vagy nem ír ki az Unió, illetve a Magyar Állam ilyen irányú forrásokat? A vidékfejlesztési program keretén belül majd lesz lehetőség önkormányzati külterületi utak építésére, felújítására. Ugye meg kell határozni a célt, tehát nem egy határba vezető útról van szó, hanem valamit el szeretnénk érni. Mi a hulladéklerakó megközelítését tűztük ki célul, és erre szeretnénk majd pályázni, amennyiben megnyílik a
pályázati lehetőség. Ha már említette a hulladék lerakót, mostanában több szó esett Jászberény kapcsán a régiókomról. Mégpedig azért, mert ugye Jászberényvárosi Önkormányzata több jársági településen elvégzi a hulladékszállítást, és akkora kint lévőségek vannak, mint megtudtuk, hogy ezt nem tudja tovább ezt a szolgáltatást végezni. Ezt csak azért intézem ide ezt a kérdést, mert hogyha minden igaz, a régiókomhoz vissza fog szállni majd ez a hulladékszállítási feladat. Tehát az út igencsak igénybe lesz véve a következő időszakban ismét. Igen, hát a terheltsége igazából nem változik, csak a kiindulás és a, ugye a végpontjai miatt egy picit lesz terheltebb az út. Ugye azt tudni kell, hogy áprilisban egy koordináló szervezet tevékenysége indul el az országban, és Jászapáti városa is fontolgatja azt, hogy a Jászapáti Város Üzemeltető Nonprofit Kft. Által végzett, más területen, más településeken végzett szolgáltatást visszaadja. Azonban szükségesnek ítéljük azt, hogy megfelelő ismeret birtokában legyünk, hogy hogyan fog működni ez a koordináló szervezet, milyen lesz a begyűjtött források visszaosztásának a feltétele, és abban az esetben tudunk majd mi is konkrétan és korrekt döntést hozni. A legfontosabb, amit majd később a nézők is fognak látni ugye a testületi ülés közel egy órás közvetítéséből, az a közbiztonsági beszámoló volt. Itt ugye gyakorlatilag három részre osztott a beszámolótartó kapitány úra beszámolót, ez a, nyilván a bűnügyi, a közlekedési rész, és aztán volt egy a megelőzési, együttműködési etap. Nézzük a bűnügyi részét. Először is mielőtt bármit erről mondanánk, önnek az elmúlt időszakban nyilván érik lakossági vélemények, behatások. Mi a tapasztalata, mit mondanak, mert az embereket akkor is, úgyis a sokat emlegetett szubjektív biztonság érzet fogja meghatározni, és ez alapján fognak dönteni arról, hogy szerintük jó-e a közbiztonsága, vagy sem. Mit mondanak önnek? Vannak a városban olyan területek, ahol gyakrabban fordul elő a lakosság szubjektív biztonságérzetét veszélyeztető, vagy éppen azt befolyásoló cselekmény, de összességében azt kell, hogy mondjam, a hozzám eljutott információk alapján, valamint a kapitány úr által megfogalmazottak szerint is, hogy nem rosszabb Jászapátin az embereknek a szubjektív biztonságérzete az előző évhez viszonyítva. Egyes területeken több a negatív esemény, más területeken pedig szinte alig fordul elő, szerencsére bűncselekmény. Azt mondták, hogy, vagy legalábbis pontosan így fogalmaztuk, hogy a regisztrált bűncselekmények száma Jászapátiban is csökkent, és ez folyamatos csökkenés, tehát évekre visszamenőleg lehet kimutatni a csökkenést. Ez gondolom öröm. Természetesen, de azt is megfogalmazták már rendőri vezetők korában is, hogy bizonyos százalék vagy eset szám alá viszont nem lehet már csökkenteni a bűneseteket, tehát zéró bűncselekményről sajnos nem fogunk tudni beszélni, úgy, ahogy a munkanélküliségről sem, tehát teljes zéró munkanélküliségről valószínűleg nem tudunk beszélni, mert a hajlandóság az emberekben a munkavégzésre nem mindig megfelelő. Azt is hallottuk, hogy ettől függetlenül nőtt ugye a garázdaságok száma. Na most ezt ugye hallhattuk a rendőrkapitány úrtól, hogy igaz, az ügyészség álláspontja ezzel kapcsolatban változik, hogy már mi tartozik garázdaságba, ugye részben a rongálások és a családi viszályok egy része is. Tehát ugye kapitány úr azt mondta, hogy ez a jászvirtus része, jászvirtus és romavirtus része is, tehát hogy Jászapáti mi az, ami ezzel kapcsolatban elmondható garázdaság tekintetében? Kapitány nagyon frappánsan megfogalmazta, hogy nem okvetlenül kell, hogy közterületen történjen ez a cselekmény, hanem ez a cselekmény látható a közterületről. Például egy családi ház udvarán történik ez az esemény, már ez is a garázdaság fogalmába tartozik. Igaza van önnek, jászvirtus és romavirtus, hiszen együtt élünk Jászapátin, látható mind a két eseménysor. Az elmúlt napok ugye arról szólnak, hogy a VEDA nagy országos Trafipax rendszer elindul, és figyelik majd a közeljövőben nem csak ugye a sebesség határokat, hanem sok minden mást is. Jászapátin tudtommal
ebben most így nincs így kiépített Rafipax, legalábbis a lista, a megyei lista alapján. Azt viszont szintén kiemelte a kapitány úr, hogy mivel nőtt a könnyű sérüléssel járó balesetek száma, ezért a jövőben több trafizás lesz a Pátin. Így van, nincs ebbe a rendszerbe tartozó telepített Trafipax, azonban kapitány úr beszokta tartani az ígéretét, és ezáltal a jó útminőség, a egyre javuló időjárási körülmények picit nehezebb jobb lábat engednek meg az embereknek, és így a nagyobb sebességgel nehezebb megállni, könnyebben előfordulhatnak kisebb, szerencsére csak kisebb balesetek, és ezt kívánják és kívánjuk megelőzni mi is. Azzal, hogy megépült a körgyűrű, egyébként érezhetően, jelentősen javult a közlekedés biztonság a település főtere környékén, vagy legalábbis belterületén? Mindannyiunk érdeke volt, ahogy korábban is fogalmaztam már, mindannyiunk érdeke volt, hogy megépüljön ez a körforgalom, hiszen olyan becsatlakozó utakat találhattunk ott, mint a Jászent Andrásról a körforgalomba bevezető út, ahol egy körforgalmi, vagy egy tükör segítségével tudtuk csak belátni erre merőleges utaknak a forgalmát. Ezért ez a forgalomlassítás mindannyiunk érdekét szolgálja, az abban közlekedő gyalogosokét, az ott közlekedő kerékpárjukat toló emberekét, az autósokét, és ragyogóan igaz, hogy lassabb, effektív az áthaladás a kereszteződésen, de zökkenőmentesebben tudnak becsatlakozni a beérkező utakról a járművek, hiszen egy kis közlekedési kultúrával, ugye egymást előrengedve egy úgymond cipzár módszerrel föl lehet építeni a közlekedésünket. Azon nem lepődtem meg, amikor a kapitányhoz együttműködésre, illetve azon belül a szemprogramról beszélt, hogy Jászapátia megy a Jászságban a második település, ahol a legtöbben csatlakoztak a szemprogramhoz. Azon már egyébként azonban igen, hogy alig van lemaradva Jászberénytől, tekintve, hogy Jászberény lakossága legalább háromszor annyi, ez így viszont jó számarány. Tehát Jászapátin nagyon sokan csatlakoztak a szemprogramhoz. Ennek van-e érezhető hatása? Mert nyilván a polgárőrség remekül végzi a munkáját, erről csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni, de hát nincs annál jobb, mint amikor ránézünk egymás portájára. Természetesen, és a szemmozgalom nem csak abban merül ki, hogy a rendőrséget vagy a polgárőrséget értesítjük, vagy értesítik a szemmozgalomban résztvevő lakosaink, hanem ugye egymást is értesítik, hogy figyelj, ezen a környéken ilyen és ilyen autóval még rendszámot is tudnak mondani, nem ide tartozó emberek közlekedtek. De nagyon sok ilyen információ eljut hozzánk a hivatalba is, alpolgármesterület megkeresve, engem megkeresve, emberek értesítenek ilyen eseményekről, és hát természetesen mi erre avatott személyeknek fölhívjuk a figyelmét. Kapitány is kiemelte a kiváló kapcsolatot a polgárőrség, a rendőrség és az önkormányzat között. Én is csak alá tudom támasztani, hiszen amilyen lehetősége van önkormányzatunknak és amilyen keretek között tudjuk, támogatjuk a rendőrség munkáját és a polgárőrség munkáját is. Hát azt mondják, hogy a Jászságban sok a biciklista, Jászapátin is sok a biciklista? Igen, Jászapátin is sok a kerékpáros. Úgy látom, hogy ugye igyekeznek már betartani azokat az előírásokat, amiket a KRESZ előír számukra, és már a körforgalmat is az esetek döntő többségében úgy használják, ahogy kell leszállni a kerékpárról és áttolni a körforgalom gyalogátkelőhelyen. Ugye miért kérdezem ezt, vagy miért említettük ezt, hiszen hallottuk, hogy kapitány úr kilátásban helyezte, hogy azért segítsük a szabályos közlekedés megtanítását, tehát valószínűleg kis filmekkel ezt majd segíteni fogják a közeljövőben, ő azt ígérte pár hónapon belül. Mellesleg pedig, amit megtudtunk, hogy nincs, vagy eddig még nem volt, vagy nem csatlakozott Jászapáti a kerékpár gravírozó rendszerhez, ami azért jó eredményeket mutat, ez viszont elindul a közeljövőben. Így van, ígéretet kaptunk erre is, és mi is támogatni tudjuk ezt a kezdeményezést, hiszen egy eltulajdonított kerékpár könnyebben megtalálja gazdáját, ha ugye gravírozva van benne bizonyos azonosító jel. Egy eltulajdonított kerékpár pedig nagyon sokat hozzátesz a szubjektív biztonságérzethez, amiről beszéltünk.
Mennyivel kell, vagy kell-e támogatni a jászabáti rendőrös munkáját, vagy a Jászberényi Kapitányság munkáját pénzügyi szempontból értem? Közös pályázataink vannak, és ugye mivel a rendőrségi hierarchia elég szigorú, így pályázati formában egyes eszközök átadásával már eddig is támogattuk a jászabáti rendőrös munkáját, valamint negyed évente a parancsnok úrék által, kapitány úr által, valamint az őrsparancsnok úr által javasolt személyeket jutalomban részesítjük a rendőrség állományából. Éves szinten ez milyen összeget ró jászabáti önkormányzat ár körülbelül? Összességében, ha a jutalmazásról beszélünk, az ilyen 150 ezer forintot jelent az eszközökre a pályázatnál, pedig a pályázati feltételek határozzák meg, hogy miben tudunk segíteni. Az önkormányzatoknak nem csak a támogatás, hanem alapvetően a bűnmegelőzési koncepció kidolgozása és feladata. Milyen alapokra kell ezt helyezni, tehát milyen alapokon nyugszik, mit tartalmaz, és mi a prioritás a tetején? Ja, tulajdonképpen a bűnmegelőzési koncepciót mindig a kapitány úr beszámolójával együtt tárgyalja az önkormányzatunk, és a bűnmegelőzésben aktívan résztvevő, egészen a Jászberényi rendőrkapitányságtól a járási hivatalnak a gyámügyi osztályáig bezárólag mindenki részt vett ennek a koncepciónak a kialakításában, és ezt évről évre felülvizsgáljuk, és az előző éves adatokkal frissítve tárjuk a testület elé. A bűnmegelőzés alapvetően elsődleges, valamint a baleset és a hát igen, tulajdonképpen a baleset és a bűn megelőzés az elsődleges feladat, valamint a rendőrségi beszámolóval összhangban a felderített eseteknek az elősegítése és a támogatás minden oldalról. Ha már rendőrségi beszámoló van, akkor általában nagyjából ebben az időszakban szokott a tűzoltósági beszámoló is, aminek ugye nyilván van egy tűzoltási, műszaki mentési része is. Hát nagy örömmel hallottuk, hogy gyakorlatilag Jászabádi nem volt jelentősebb káresemény. Ennek ellenére, ha jól idézem, akkor 25-ből 21 alkalommal tudtak vonulni a helyi önkéntesek, illetve hát ott van a jász kíséri tűzoltóság, ha picit nagyobb lenne a gond. Igen, a jász kíséri önkormányzati tűzoltóságot támogatja Jászabádi városa. Természetesen, amikor ezt a feladatot és a célt kitűzték maguk előtt, akkor Jászkísér, Tisztasüli Jászladány és Jászapáti csatlakozott a Jászkíséri Önkormányzati Tűzoltóság ellátási területéhez. Ezáltal ugye, a támogatási szükségleteket is biztosítani kell egy-egy önkormányzatnak a lehetőségei és a lakos száma alapján. Ez az egyik lehetőség, tehát alapvetően Jászapáti tűzbiztonságáért és ugye, egyéb műszaki biztonságait a Jászkíséri Önkormányzati Tűzoltóság felelős, azonban egy SMS-es riasztásos rendszeren keresztül a Jászabáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület is nagyon aktív részese a tűzmegelőzés és a tűzvédelmi feladatoknak, valamint a tűzoltásnak szintén Jászabáti Város Önkormányzat évről évre támogatja a Jászabáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is, úgyhogy szakszerűen kellő időben megfelelő védőruházattal és megfelelő felszereléssel tudjanak a tűzesetekhez vonulni. Mind a két tájékoztatót, vagy beszámolót elfogadta a testület. Azt mi már nem láttuk, mert nagyjából itt ugye az közvetítésünk véget ér, hogy topos pályázatokkal az azt követő időszakban ugye önök foglalkoztak, mit döntöttek, miről beszéltek, mire van lehetőség, mi az, amire pályáznak. Nekem úgy tűnt, hogy mivel ott az ülés elején változott meg a napi rend, itt azért valószínűleg gyors reagálásra is van szükség. Így van, a pályázatok esetében mindig jönnek közbe olyan lépések, vagy előre nem látott, vagy éppen ugye picit csúszó dolgok miatt váratlan lépések, amikor vagy a testületi ülés előtt, vagy soron kívüli testületi ülésen kell bevinni a testületünk elé az anyagot. 11 topos pályázatban kívánunk pályázni, amelyek folyamatosan nyílnak meg. Előkészítési feladatokra, tervezési feladatokra, majd későbbiekben a nyertes reményeink szerint nyertes pályázatok esetén pedig kivitelezési feladatokra.
mivel uniós források felhasználásáról van szó, nagyon alaposan kell figyelni az árajánlatkérésekre, a közbeszerzési értékhatárok betartására, a közbeszerzési típusoknak a megfelelő alkalmazására. Ezért ugye van egy külsős pályázatíró cég, pályázatfigyelő előkészítő cég, van egy közbeszerzési feladatokkal megbízott cég, és itt van a mi gazdaságfejlesztő Kft.-nk, akik együttesen dolgozva készítik elő, írják és tendereztetik a pályázatainkat. Hát valószínűleg ez úgy működik, hogy jó hallani, halljuk még egyszer, hogy mennyi pénz kerülhet Jászapátira a pályázatok után, tehát hogyha jól pályázik Jászapáti. Ez valószínűleg olyan lehet, mint a ló elé kötött cukor, tehát ezért hajt az ember, hogy ezt az összeget megszerezze, mekkora összeg kerülhet ide? Összességében az ipari park fejlesztése, az egyéb kivitelezésekkel, a komplex telep program folytatásával, termálkút fúrással, épületek, építmények felújításával együtt összességében 2 milliárd forint érkezhet Jászapátira megfelelő pályázat benyújtás és elbírálás után. Hát reméljük, hogy ez ide érkezik, illetve erről ünnepel, hogy ebben a témában aztán ünnepelhetünk. Ha már az ünnep egyébként szóba került legutoljára, hogy egy viszonylag könnyedebb témával zárjuk, szervezik a Jászbált. Említette az ülésen, hogy a szervező bizottság már egy alkalommal összeült. No, egyrészt mikor lesz a Jászbál, másrészt pedig mi az, amit elkezdtek kitalálni, vagy körvonalazódik-e már, hogy mi fog ott történni? Május 7-én lesz a Jászbál, és előtte tervezünk egy kiállítás megnyírót, amelynek egy pici részlete a művelődési házunknak az előcsarnokában is kiállításra kerül, egy picit még hagy legyen ez meglepetés. A 9 tagú szervezőbizottság ugye elkezdte a munkáját, keddenként ma délután is folytatódik a tevékenységük. Olyan jeles személyiségek vesznek részt benne, mint a Jászkun főkapitány úr, Emeritus Jászkapitány úr, a Jászkapitány úr felesége, a Jász Múzeum igazgatója, és hogy ne felejtsek ki senkit, még a korábbi Jászbálok szervezésében résztvevő Borbásné Valika, Kisné Katika, Szabóné Nagyenikő, a kabinet munkatársai, és hát jó magam, és amikor csak tehetem, jelen vagyok ezen a szervezőbizottság ülésen. A meghívót készítjük, megszerveztük a bál vendégeinek a meghívását, a bálanya személyét kiválasztottuk, meghívtuk a rendezvényre megfelelő körülmények között. A bálban a zenekar rendelkezésre áll, a bálmenüt ma délután fogják kóstolni a kollégák, tehát haladunk előre szépen, kiállításokat szervezzük, amiről az előbb beszéltünk, és fiatal táncosok fogják majd bemutatni a tehetségüket a bál alkalmával. Természetesen az egyéb protokoláris és a ceremónia részét képező események mellett. Eddig nagyon vonzóan hangzik. Köszönöm a beszélgetést, remélem sokan ott lesznek a Jászbálban is. Köszönöm szépen, tisztelettel hívunk mindenkit innen is a Jászbálba. Polgármester, köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig rövid hírekkel folytatjuk az Apáti Hírmondót, és ha már Jászokról esett szó, akkor említsük meg, hogy a hétvégén ünnepelte 25 éves jubileumát újraalakulásának a Jászok Egyesülete. Egy kis rövid hírben erről is lesz szó az aktuális Jászapáti hírek, illetve ajánlók mellett. Rövid hírek. Újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az elszármazott Jászokat az otthon élőkkel összekapcsoló Jászok Egyesülete szombaton Budapesten. Dr. Dobos László beszédében kiemelte, hogy az Egyesület legfontosabb küldetése az elszármazott és otthon élő Jászok összefogása, a rendszeres találkozási pont megteremtése a diaszpóra számára és az évenkénti Jászvilág találkozók megszervezése társrendezőként. Ugyancsak cél a kiadványok megjelenítése, valamint az ösztöndíjak nyújtása. Erőt ad nekünk minden találkozás, így ez a mai is. Örülök, hogy ennyien összejöttünk, és abban bízom, hogy ez a mai alkalom is megerősített bennünket abban az eltökéltségünkben, hogy tovább haladunk a magunk útján, ahogy ezt egy korábbi kiadványunk címéből választottuk. Az elért eredmények közül a Jász értékrend megerősödéséhez és a Jász öntudat reneszánszához való hozzájárulást a Jászság múltjával foglalkozó alapvető történeti, néprajzi munkák közreadását, a világban szétszórt Jászok összekapcsolását emelte ki.
égőházhoz riasztották a tűzoltókat március 10-én a Szikszai Gábor utcában Jászapátin a kora hajnali órákban. Ez egy ilyen 6x8 méteres lakóház volt, egy vályokház. A tűzhöz kivonult a Jászapáti önkéntes tűzoltó egyesület, Jászkísérről és Jászberényből is mentek tűzoltók. Akkorra, mikor már kiérkeztek, akkor már teljes terjedelmében égett ez a ház. A riasztás éjjeli 2 óra előtt érkezett. Egy helyiségből indult a tűz, onnan terjedt át a lakás többi részére. A tűz keletkezésekor a házban tartózkodott a lakó. Egy ember lakta, aki kimenekült az épületből, tehát neki nem lett baja, vezetékes gáz sem volt benn, így hát az sem volt veszélyben, hogy esetleg robbanást keletkezhet. 3:30-re sikerült megfékezni a lángokat. A mentők megvizsgálták a helyszínen lévő hölgyet, füstmérgezés gyanújával elszállították, de ez később nem igazolódott be. A ház lakhatatlanná vált, a tűzoka nem ismert, de nem indult tűzvizsgálati eljárás az ügyben. Április 10-én Pete Sándor pedagógus karnagy születésének 110. évfordulójára emlékezik a város. Az emléknap koszorúzással kezdődik. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola falán található emléktáblánál helyezhetik el a megjelentek az emlékezés koszorúit. Majd zenés emlékmenet következik a Jászapáti Ifjúsági Zenekar közreműködésével a temetőig, ahol Kladiva Imre apátplébános mond imád Pete Sándor sírhelyénél. 11 órától pedig a Jászapáti Ifjúsági Fúvószenekar emlékkoncertje következik a gimnázium dísztermében. Tanulmányi úton vettek részt a Jásztánc Alapítvány táncosai a március 15-i hosszú hétvégén. Számos települést érintettek, jártak Körösfőn, Kolozsváron, Mérán, Szamosújváron és Széken, mely városokban nem csak a nevezetességeket tekintették meg, hanem tánctanulásra is lehetőségük volt. Körösfőn megnézték a gyönyörű kézzel hímzett oltárterítős templomot, majd a közelében lévő temetőt, melynek jellegzetessége, hogy a sírokra még az elhunyt házaspárok együtt leélt éveinek a számát is ráírják, és néhol még az elhunyt csúfnevét is. Szamosújváron ellátogattak a híres betyár Rózsa Sándor sírjához, Bonchida pedig azért jelentett különösen nagy élményt a táncosoknak, hiszen tanultak már bonchidai táncokat, de még nem jártak azok szülőhelyén. Esténként táncházzal zárták a napot, Szamosújváron lehetőségük volt csabai táncokat tanulni a helyi oktatóktól, ahol a muzsikát is helybéli fiatalok húzták, volt táncház Széken és Mérán is, ahol pedig kalotaszegi táncokat tanultak a Cifra Tánc Együttes vezetőitől, és a felszállott a Pávából ismert Sándor Anna és Antal János tánctanáraitól. Szombaton több mint 30 fellépő produkcióját nézhették meg az érdeklődők a Pályér Antal Művelődési Házban. A legfiatalabb versenyzők a 3-6 éves korosztályt képviselték, a legidősebb fellépő pedig 70 éves volt. Ha jól tudom, 20 évvel ezelőtt volt ennek már itt Jászapátin is előzménye, meg aztán annyi vetélkedő, meg mindenféle hasonló műsor van mostanában, és ezt látják a gyerekek, érzik magukban is a tehetséget, mi is látjuk bennük, és olyan kevés alkalom van, hogy megnyilvánuljon. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy helye van itt is, és szerepe van, meg tudnak mutatkozni a gyerekek is, meg még most már bővül a kör a felnőttek is. A város önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Központ idén is meghirdette a városi Ki mit tudott az általános és középiskolás diákok, a felnőtt lakosok és a nyugdíjasok részére ének, zene, tánc, vers, prózamondás és egyéb kategóriákban. A szakmai zsűri az arany, ezüst, bronz oklevelekkel jutalmazta a fellépőket. Az eredményekről és a rendezvényről hosszabban jövő heti Apáti Hírmondunkban számolunk be. Hétvégén átállunk a nyári időszámításra. Szombat éjszaka 2 órakor 3 órára kell átállítani óráinkat, vagyis szombatról vasárnapra virradóra 1 órával kevesebbet alhatunk, cserébe 1 órával tovább lehet világos. Óraátállítás azután legközelebb csak október 30-án lesz. 16. alkalommal rendezte meg a Makópál napokat a Jászapáti Gimnázium, az idei előadások a magyar nyelv szépsége motto jegyében zajlottak, de a hagyományos matematika, fizika programok sem maradtak el. Lássuk!
iskolának hagyományt teremtett ez a 104 éves tanultézet. Dr. Virt István a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium szakközépiskola kollégium igazgatója nyitotta meg az idei, immáron 16. Makópál diáknapokat hétfőn. Elmondta, hogy ezzel hagyományt teremtett a már több mint 100 éves intézmény, és ezek a programok olyan értéket képviselnek, melyek nagymértékben gazdagították az iskolát. Hogy nyelvünk, létezésünk hármas egységét az anyaszavunkkal kapcsolta egybe, az nem csak azt jelenti, hogy a három fogalom milyen értékben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv a magyar nyelv sűrítő erejét és képességét is fölrejöttetja. Suhaj Lilla Vivian, aki a Kazinci verseny döntőjébe jutott, ahol nem csak az iskolát, a várost, hanem az egész Jászságot is képviselni fogja, Gál Sándor Vallomás az anyanyelvről című munkájából idézett. Az idei évben a magyar nyelv szépsége motto jegyében teltek a diáknapok. Olyan problémákkal találkozhatok, ami nem mindennapos. Ez a célja a Makópál napokat megelőző tanulmányi versenyeknek, melyeknek eredményeiről évről évre a megnyitón tájékoztatják a diákságot. Hagyományosan matematika, magyar tárgyakból mérték össze felkészültségüket a tanulók, illetve már hittamból is versenyt hirdetett a katolikus gimi. 5. osztályban egy díjat tudtunk kiadni, első helyzetet Polonyi Zoltánnak. 5. osztálytól hirdették meg a matematika versenyt, amire összesen több mint 100 tanuló jelentkezett. A tantárgy iránt érdeklődő diákoknak szívügye, hogy évről évre részt vegyenek ezen a versenyen. Az eredményekről, az évfolyamonkénti első 3 helyezetről az alábbi táblázat tájékoztat. A végzősöknél 12. évfolyamon 3 első helyezettet hirdettek. Első helyezett Utasi Orsolya. Következő első helyezett Réz Ádám. És ugyanúgy első helyezett Káli Kristóf. Ezeket a versenyeket ugye a szaktanárok állítják össze, azok, akik tanítják őket, és látják a különböző évfolyamoknak az érdeklődését, a tudás szintjét, és ahhoz mérten, hogy megfelelően gondolkodható legyen, de sikert is okozzon nekik, úgy állítjuk össze a feladatokat. És hát vannak, amikor meglepetések születnek, mert olyan gyerekekre is fény derül, aki esetleg az órán visszahúzódik, de a versenyen szépen teljesít. A legjobban Vince László teljesített a Makópál helyesírás versenyen, melyet 9-12 évfolyamosoknak hirdettek. A két részből, tolbamondásból és helyesírási részből álló feladatlapot összesen 33 fő írta meg, töltötte ki. A tolbamondásnak a szövege mindig kapcsolódik az aktuális eseményhez, ahhoz a mottóhoz, amit a Makópál napokon kiválasztunk magunknak. Ez jelen esetben a magyar nyelv szépsége, illetve a magyar nyelv rokonsága. A hittan verseny győzteseinek Ladiva Imre főesperes Apát plébános adta át a díjat. A kisgimisek közül a 7. A-osztály emelkedett ki. A húsvéthoz, az irgalmasság évéhez kapcsolódó feladatokat két korcsoportból összesen 13 csapat oldotta meg. A középiskolások közül pedig a 11. B-osztály csapata végzett az első helyen. És amikor nagyon hideg van, akkor milyen évszak van? Tele. És amikor már nincs olyan hideg, akkor milyen az idő? Meleg. Dr. Csepregi Márta a nyelvtudományok doktora, az ELTE Finnugor tanszékének tanszékvezető tanára, és Vitalij Szigiljetov az ELTE vendégtanulója. Azt próbálta bebizonyítani a gimnazistáknak, hogy bizony az, amit nyelvtanórán ők eddig csak tankönyvekből tanultak, hogy a magyarok és a hantik nyelvrokonok nagyon is igaz. Nagyon tetszik Magyarország, nagyon tetszik magyar nyelv, és én már 2 hónap Magyarországon, és minden jó Magyarországon, nagyon tetszik, és fontos, de
Most én biztos mi rokonok, mert magyar nyelv nagyon hasonlít, grammatikus, betű, más pozíció. Az Oroszországból származó Hanti fiatalember 2 hónapja van Magyarországon. Azóta tanulja a nyelvünket, és az, hogy ennyi idő alatt megtanulta ilyen mértékben kifejezni magát magyarul, szintén a két nyelv közötti rokonságot erősíti meg. Azt tudom, hogy bár nagyon távoli rokonok vagyunk, éppen mert több mint 2000 évvel ezelőtt elváltak egymástól a magyaroknak, meg a hantiknak és a mansiknak, tehát az obiugoroknak az ősei, de a nyelv az megőriz olyan régi, nagyon régi szerkezeteket, a nyelvtani rendszer is megőrzi, a szavakat is megőrzi a nyelv, annak ellenére, hogy állandóan változik. Tehát változik a nyelv, de azért mégis vannak olyan nagyon régi lenyomatai a nyelvnek, amit összefüggésbe lehet hozni. Az alapszó kincs, a testrésznevek, a rokonságnevek, a számnevek, névmások, a természeti jelenségekkel kapcsolatos kifejezések, ezek azok a szavak, kifejezések, melyek hasonlósága bizonyítja a rokonságot. Az előadás résztvevői bepillantást nyerhettek a hantik életébe, mindennapjaiba is. Ezek a mi nyelvrokonaink az Urálon túl élnek, Nyugat-Szibériában az Ob folyó és mellé folyói partján. A professzorasszony többször járt terepen, az expedícióin készült képeivel színesítette előadását. Bemutatta a hantikat, akik a mai napig halászattal, vadászattal, rénszarvastenyésztéssel foglalkoznak, sátorban vagy rönkházban élnek, főzőtudományuk fejletlen, fűszereket kevésbé használnak. Kenyér és tea azonban mindig található náluk, a gyerekek pedig internátusban tanulnak. Messze kell menni a gyerekeknek iskolába, 100 kilométerre legalább van a falu, ahol iskolába járnak, ezért nem 6-7 éves korban, hanem inkább később adják őket iskolába, csak a szünetekre mehetnek haza, nagyon megszenvedik, hogy nincsenek a szüleikkel együtt. De 5 iskolai osztály alatt megtanulnak írni, olvasni, számolni, megtanulnak oroszul, ami fontos. Vitalinak azonban pontosan a hanti nyelv megőrzése a célja. Szótárt szeretne szerkeszteni, szeretné, ha minden hanti tudna helyesen írni, olvasni az anyanyelvén. Ezért küzd, ez a célja, ezért szeretné ismereteit bővíteni többek között hazánkban is. Kitaláltam, megcsináltam. 30 tanulói kísérletet mutattak be az érdeklődőknek a diákok, akik 3 intézményből érkeztek. Idén már nem csak házi versenyként hirdették, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából és a Szent Andrási Kunrád Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából is érkeztek ifjú fizikusok. Miközben ég, az anyag a kitál. Ezáltal a sűrűsége sokkal kisebb lesz. De egy idő után már annyi anyag fog elpárolódni, hogy tulajdonképpen már nem lesz képes kiegyensúlyozni ezt a szöget, ezért le fog süllyedni. És így kiölti önmagát. Kitaláltam, megcsináltam, ez ennek a kísérleti bemutatónak a címe. Második alkalommal hirdettük meg Makó Pál nyomában, hiszen Makó Pálról tudni kell, hogy ő nem csak matematikus volt, hanem kísérleti fizika tanár is. Így úgy gondoltam, hogy megmutathatják a gyerekek azt, hogy hogyan lehet a komoly jelenségből egy játékos kísérletet megmutatni. Érdekes számomra az, hogy olyan gyerekek is vállalták a kísérleti bemutatót, és kerestek maguknak megfelelő kísérletet, kedvenc kísérletet, akik egyébként fizika órán nem olyan nagy teljesítménnyel bírnak. Elhasználja az oxigént, és az üvegbe vákum keletkezik, amit a víz fog kitölteni. Legtöbb gyermek számítógépről vette a kísérletét, internetről, utána nézett, és megpróbálja megvalósítani. És olyan jó látni azt, hogy otthon megcsinálják, vagy esetleg meg se csinálja, és úgy jön ide, és megtapasztalja azt, hogy nem elég csak valamit látni, azt, hogy látom, és úgy gondolom, hogy tudom, az nem egyenlő azzal, hogy meg is tudom valósítani. Ez egy elektromágneses mezőt bizonyítjuk be, hogyha a vezetékben áram van, akkor az iránytű kitér igazi, normális észak-déli irányából, vagyis vonza magához.
Így. És ezzel bizonyítjuk, hogy van elektroválás is. Ezért. A kísérletek több helyszínen zajlottak. Az udvaron Kerék Dominik és Tajti Szilveszter mutatta be közös munkájukat. Hogy ezen a csövön bejön a víz, ezen itt tudunk állítani, hogy belekapjon a kanalakba. Ez egy tengelyen átmegy egy dinamóra, és a dinamó ugye áramot termel, ezáltal megvilágítjuk ezt a égőt. Ami az első helyezést hozta meg számukra, a saját, önálló ötlet, a teljesen önálló megvalósítás és a tudományos háttér érthető ismertetése miatt. Iskolánk egykori tanítványáról és tanáráról, dr. Farkas Ferenc tanárúról tiszteletünk és nagyra becsülésünk jeléül termet nevezünk el, és megkoszorúzzuk egykori osztálya által készítetett emléktábláját. A 2015-ben elhunyt Farkas Ferenc a Jászapáti Gimnáziumban érettségizett, majd később tanára is volt. Halála után az 50 évvel ezelőtt érettségizett osztálya kezdeményezte, hogy Feri bácsiról, vagy ahogyan ők mondják, atyukról termet nevezzenek el. Bizonyítványait, gimnáziumi, majd későbbi munkásságát, kitüntetéseit bemutató tárlat látható a róla elnevezett terem előtt, melyet Kladiva Imre főesperes apát plébános szentelt fel. Valóság is világcsodája volt, a maga módján. Azokban nagyon egy roppant emberséges ember volt. Egykori tanítványa elevenített fel régi emlékeket. Jó kalauz, igazságos vezető, kiváló ítélő erővel rendelkező pedagógus. Így jellemezte egykori tanárukat. Olyan volt, aki képes volt kibontakoztatni a tanítványaiban megmutatkozó bujkáló tehetség csíráját. Az iskola igazgatóját 30 éves ismeretség kötötte össze Feri bácsival. Mikor megismerkedtünk, jó magam kezdő tanár voltam a tanítóképző főiskolán. Rengetegszer adott tanácsot, okított, hogyan érdemes előadásokat felépíteni, órát tartani, hogyan érdemes vizsgáztatni, miből lehet észrevenni a fölkészületlenséget. Ez a viszony, ez inkább ilyen mester-inas viszony volt ebben az időben. Hihetetlen életakarata és humorérzéke volt. Emellett nagyon szerette a sportot, a mozgást, teniszezett, pingpongozott, részt vett a teremlabdarúgó mérkőzéseken. Szakmájában soha nem tört vezetői babírokra. Csendben, de kiválóan dolgozott. Végtelenül igazságos volt, úgy belénk látott a lelkünkbe, tehát óriási pszichológus is volt egyúttal, és fantasztikusan irányított bennünket, a személyiségünket. Ilyen, így emlékszem, ez az első. És az előadásai pedig olyanok voltak, hogy az ember azt érezhette, hogy hoppá, most gimnáziumban vagyok, vagy egyetemen. Olyan szinten tartotta az óráit. Így emlékezett Sás Károly tanáráról, aki ma már pedagógus, író, zeneszerző, dalszövegíró, de a volt osztályából többen lettek pedagógusok, van közöttük laboratóriumi asszisztens, mind-mind kiváló emberek lettek, és állítják, ezt nagyban köszönhetik egykori osztályfőnöküknek, akiről most már van egy hely a gimnáziumban, ahol minden találkozó alkalmával megemlékezhetnek, és leróhatják tiszteletüket. Farkas D. Ferenc emléktáblája a gimnázium főbejáratához került. Nos, eddig az Apáti Hírmondó, ezen a héten köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják a megújult jttv.hu-n. Itt megtalálják egyébként az egész adást is, illetve folyamatosan frissülő Facebook oldalunkon. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.